fülekkel leleplezték és felszentelték II. Kohári István gróf mászobrát. Szokatlan munkában henyélő voltamban foglalatosságot. A szobor elkészítését a Kohári Polgári Társulás kezdeményezte. A társulás nevében Estefán László elnök köszöntötte az egybegyülteket, majd Agócs Attila polgármester foglalta össze II. Kohári István országbíró, a török elleni harcok hőse, az utolsó füleki várkapitány életművét. Azon kívül, hogy II. Kohári István Fülek utolsó főkapitányaként ismert, nagyon jelentős mértékben hozzájárult Fülek újraélesztéséhez a lerombolást követően. Egyrészt az 1690-es években ő volt az, aki kezdeményezte az újratelepítést, másrészt pedig jelentős összegekkel támogatta a helyi kultúrát. Egyrészt a kolostort fejlesztette, annak könyvtárát, ahol ma is őriznek egy olyan antifonálét, amit ő vásárolt 1725-ben. És hát természetesen a katolikus templom felépítése is az ő nevéhez fűződik. Füleket Belengi Kohári kultusza. Alapiskola, tér, polgári társulás és cserkés csapat viseli a nevét, és a Füleki Vármúzeum is igyekszik tisztelegni az emléke előtt. A Füleki Várban is található most egy relief, egy dombormű Kohári István képmarsalval. Ez 2 éve került elhelyezésre a Füleki Várban, illetve szakmai szinten is próbáljuk egy kicsit az életével és a munkásságával kapcsolatos információkat, levéltári adatokat, tehát minden történelmi jellegű információt úgy összefogni és bemutatni az érdeklődőknek, hogy mindenkinek hozzáférhetővé váljon. Ezt konkrétan a szakmai publikációinkon keresztül, a Discussiones Filekienses című sorozatunkon keresztül igyekszünk megtenni. A szobor közadakozásból készült, kivitelezője Lantos Györgyi, magyarországi szobrászművész. A 2-szer is városi díjjal jutalmazott Kohári Polgári Társulás a szobor felavatásával méltó módon fejezi be tevékenységét. Rengeteg akciót szerveztünk, várjátékoktól kezdve emlékművek építéséig, tematikus kirándulásokat, de sajnos a tagságunk annyira kiöregedett, hogy már nem tudnak részt venni ezeken az akciókon, és így úgy döntöttünk, hogy a pénzösszegünk, ami maradt, abba fektetjük, hogy megépítjük a Kohári szobrot. II. Kohári István szobra a róla elnevezett téren a helyi római katolikus templom előtt kapott helyet.